Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép napot kívánok ma is, mint mindig, egy újabb játék bemutatóval, ami nem lesz más ezúttal, mint az Astro Bot, a Sony legújabb, exkluzívabb játéka ebből a már sokatok számára ismerős franchise-ból. Egy platformer, ami tele van easter egg-ekkel, és a ma megjelent review-k alapján az év egyik legjobb játéka, ami engem is meglepett, de valami 91-92-es pontszámmal debutált az Open Critiken, szóval elméletileg nagyon-nagyon-nagyon jó lett, úgyhogy ez ma ki fog derülni, remélhetőleg. Üdv mindenkinek még egyszer itt élőben, Kaktusz Márka, Norbi, Dani, Leia, Nettus, Speed, Bundáskenyér, Máté, Csőcső mindenkinek, és természetesen jár a pacsi a YouTube nézőknek is, Csőcső mindenkinek. Na, hát nem szoktam én egyébként ilyen játékokkal játszani, szóval sokszor mondom, hogy kettő típusú játék van, ami talán hozzám annyira nem áll közel, az egyik az FPS játékok, ugye, mert hát ott a célzással vannak problémák, illetve a platformer játékok, mert nem tudom, egyszerűen annyira nem szoktak engem lekötni a platformer játékok, nagyon nem is szoktam ilyen játékokat streamelni, talán a Crash szériú, ugye a Crash Bandicoot volt az utolsó, amit mondjuk én nagyon imádtam, mert nyilván a gyerekkorom, és egyébként nézettségben ti is nézők is nagyon szerettétek. Szóval az volt az üdítő kivétel, lehet amúgy, hogy ez egy ilyen rossz beidegződés, és hogy amúgy többet kéne ilyen platformer játékokkal játszani. De meglátjuk, hogy ez mennyire fog nekem meg nektek is tetszeni. Kíváncsi vagyok. Az értékelések alapján ez a Sony-nak a saját Mario-ja lehet majd hosszú távon. Annyira jól sikerült most ez az iterációja az Astro Botnak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Megmondom őszintén, hogy férfiasan be kell vallani. Azért tettem most kivételt az Astro Bottal, hogy lesz belőle stream, meg bemutatom. Nem azért, mert változott az ízlésem, és megszeretem a platformer játékokat, hanem hát a kisfiamnak a kedvenc játéka az előző Astro Bot, és akkor hát apa kért be egy kódot, hogy legyen már az újból, és emiatt úgy voltam vele, hogy na, hát akkor azért tartalmat csinálok belőle, mert most milyen az, hogy ingyen bekérek a Sony-tól egy játékkódot, és nincs belőle tartalom, úgyhogy nagyon köszi a Sony-nak a kódot. Hát, ja, úgyhogy apai kötelezettségből most nyomunk egy streamet belőle, meg ha már ennyire jó lett az értékelése, akkor tényleg nézzük meg, aztán majd én játszok vele úgyis családapai minősítésemben eleget itthon, mert a, mondom, az előző Astrónak nagyon nagy sikere volt így családilag, úgyhogy ja, ezért került így terítékre az új játék, úgyhogy ennyit előjáróban. Nézzük meg, hogy rászolgált-e ez a 90 pluszos értékelésre. Mondom, ez egy ilyen nagyon családbarát játék, egy kis cuki robottal vagyunk benne, ugrálni kell, különböző challenge-eket megoldani, rengeteg utalás van, meg easter egg, korábbi Sony játékokra, Sony franchise-okra, úgyhogy ez egy ilyen kötetlen kis chill délután lesz most. Mikey, nagyon szépen köszi a 3 hónapot, Tiberiuson, Ábel, Liliana, gratula az 1 évhez, Kacsa, Warwolf, köszi a gifteket, Vivke, üdvnéked itt köztünk, Lucifer Dean, Marukka Zombi, Norbert, Zsombor, Hazuk, köszi a feliratkozást, Cactus Pig és Altair, nektek is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát akkor nincs más hátra, mint előre, kontroller a kézbe, és nézzük meg, hogy milyen lett a legújabb Astro Bot a játékállomás 5-ös készüléken, vagy PS5-ön. Megyen! Ui! Ottan is vagyunk! Nézzük, nézzük! Game of the Year, kész! Sony exclusive! Game of the Year, bam! Annyira jó az nagyon jó. Jó. Na, hát nekem már megvan a játék egy hete. Egy 15 percet játszottam a kölyökkel, úgyhogy van egy mentésem, de most kezdünk egy új mentés nyilván. Azt nem látta senki. Memória kártyára a mentés. Felhívom a figyelmet.
spoiler alert, rohadt jól néz ki a gép. És ez az indítás! Ott vannak a kis robotok! Konfliktus. Ne! Ez csapda! Oda néz, kilopta a processzort a gonosz UFO. Szegények. Rip! Szerintem az, hogy zöld az UFO, ebbe kár sokat belelátni. De szép észrevétel, srácok. Hogy zöld az UFO, de... Nice. A gonosz zöldek. Aaaa. Szegény Astro. Oda néz, milyen kurva cuki! Mármint, hogy nagyon. Ja, ez egy családbarát stream, abszolút. És ott is vagyunk. Yay! Nyilván a haptic feedback, ahogy a kontroller rezeg, az zseni. Érzed rajta a hobokot. De-de-de-de! Meggyógyult. Meggyógyítottuk! Ups! Na! Hát hardware rajongók! Íme, így néz ki egy lecsupaszított PS5. Na! Hangerőt kicsit lejjebb veszem, ha van ilyen opciónk. Nincs hangerőbeállítás? Jó, akkor... manuálisan lejjebb húzom. Íme. Arra már nem futotta. Oké. Balanalóggal irányítjuk a kis Astrót egyébként. X-el ugrunk. Négyzettel ütünk. Kör háromszög, az nem tudom mire jó, majd kiderül. Na. Kis sivatagi róka mutatja az utat. Lezuhant a műhold. Tessék megvizsgálni. Annyira menő, és annyira jól néz ki amúgy a game, szóval, hogy... crisp, éles, jók az effektek, imádom. De hát nyilván a maga kategóriájában értékelett, persze. De zseni. Halló? Kérsz egy pofon? A játék azt tanítja, hogy erőszakkal meg tudsz javítani mindent. Ennyi. Visszaállítottuk a műholdat. Oda néz. Annyira aranyos. Yeah! Nem gondoltátok volna, hogy a PS5 kontroller egyben űrhajó is. Jó. És akkor íme ez a pályaválasztónk. Ott vannak a galaxisok, itt a kis műhold beszkennelte nekünk, és akkor indulunk a Gorilla Galaxisba. Kezdésnek. Így van, Gorilla Galaxis. Gorilla Galaxisban 42 kis robotot lehet megmenteni, van 16 puzzle darab, és 2, hát nem tudom, galaxis, bármi is legyen az. Mehetünk. Ott van! Ott az Xbox! Bármint az UFO! Aha, és akkor íme a galaxison belül ezek a pályák. 1, 2, 3, 4, 5 pálya van. Jó.
égi éden. Let's go! Wow. Ez gyors betöltés megváltás volt. Ó, én vagyok! Mehet! Dö-dö-dö-dö, mondjuk itt csak szállingozni tudunk jobbra-balra, de menő. Nyilván a játéknak azt a részét nem tudom átadni, hogy a kontroller hogyan rezeg, de ugye az előző Astro játékkal promózták az új kontrollereket, mikor megjelent a PS5, szóval nagyon részletesen van itt a rezgés leprogramozva a játékba, hogy attól függően, hogy milyen talajon mész, máshogy rezeg a kontroller, tényleg nagyon-nagyon durva. De ez abszolút az a játék, amit így családilag ajánlok. Elég sokan vagytok már itt a közösségben, akiket ez érint. Legjobb ilyen kis casual családi játék, végtelen cuki. De mondjuk nem könnyű, legalábbis az előző játék elég nehéz volt, úgyhogy főleg idősebb gyerekkel, vagy apának, anyának ajánlom az irányítást. Bám! Intézem a gonoszokat. Do not worry. Mi a helyzet, komám? Robot megmentve. Lehet dobálgatni. Ott van benne a kontrollerbe. Hopp! Most olyan cukin integetnek. Igen, PS5 exkluzív a Gamesco. Jajaja. Na, srácok, 100%-olni kell, tehát mindent meg kell találni. Csak most mondom nektek. Kell az összes kis robot, puzzle darab, minden. Nagyon hangos a zene a hangeffektekhez képest. Nem tudom, miért nem lehet a hangerőt állítani. Az ilyen tök fura nekem. Nem ilyen részletes a beállítások menü, lehet, hogy ki kell lépni hozzá. Fene tudja. Ez a checkpoint, ez a kis kék. Akármicsoda, ott egy robot. Őt is megmentettük, easy. Köpködő! Köpköd a vámpír! Labda. Labda. Így, te mit nyomasz? Bám! Győzelem. De amúgy tele van a játék ilyen minigémekkel, amikkel órákat el lehet szórakozni, hogy labdázol meg ilyenek. Legalábbis az előző. Ezt kb. Idáig játszottam, szóval az első pályáig jutottam el. De hogy van benne bőve mindenféle cukiság. Na, gyerünk tovább. Whee! Checkpoint! Az elektromosok! Igen, ezeknek a fejére kell ugrani, és akkor a láblézerrel föl lehet őket robbantani. Ezek voltak az előzőbe is. Bam! Bam! Hey, puzzle! Nem tudom, hogy ebbe a játékba hogy van. De az előzőben így a puzzle darabokból utána ilyen modelleket kaptál, ilyen nagy puzzle-eket kellett kirakni, és akkor ilyen játékban megnézhető, nem tudom, régi PS kártya, memóriakártya modellek, meg ilyen nagyon sok ilyen gyűjtögethető cucc volt. Ja, igen, fontos, tudjuk, hogy hogy működik az internet. Nem fizet nekem a Sony, csak nagyon sokat játszottam az előző játékkal a gyerekkel, és nagyon szeretem. Ezt el kell mondani, mert látunk már érdekes dolgokat ugye komment szekciókban. Hello! Ismerős a kollega? Thank you! Ez az. 3x3. Jéj! Aszta! Very busy csúszda, mehet? Ui! Ez az! De hát a fele labda kiesett! Elhagytam egy csomó minden. Szevasz, Mr. Béka! Hogy lehet lemerülni? Ha! Ez az. Ez valami titkosos, be kell pörgetni. Ha nyomva tartod az ütés gombot, akkor utána van ilyen. Nem
már hogy vannak titkos csövek, amikkel le lehet menni titkos pályára. Tehát, hogy úgy érzem, azért a Nintendo perelni fog. Oké. Okay. Úristen, egy nyúl robot! Ez nagyon gonosznak nézett ki. Nem leszünk zárlatosak. Hú, le kell húzni a cipzárt! Ott is egy kis robot! Thank you! Egy lombax egy másik dimenzióból. Azok piranyák? Voltak. Azért mindenkivel erőszakosan kell viselkedni, ez nem feltétlenül jó példa. Zsír? Szerintem más itt nincsen. Ó, oh, ez hogy nyomja a teknőssel? De amúgy ezek a kis robotok tök jól érezték magukat. Oda megy az Astro, és segbe rúgja őket, és bezárja őket a kontrollerbe. Hát, hogy amúgy ő itt eljátszogatott a teknőssel, semmi baja nem volt. Tehát, hogy van azért egy kis ilyen erőszakos emberrablás jellege a dolognak, nem? Na, azt hogy szedem le? Bim-bim! Muszáj kipróbálni az ugrálót, bocsánat. Uh-huh! Oh, milyen fejest ugrod. Yeah! Mi ez a polip? De olyan aranyos! Olyan cuki! Igen, jó, most ne, legyetek már családbarátok. Értem azt a szájat, sokaknak tetszik. Nyugi, nincs ott lyuk. Hát állj le! Állj le! Nem, nem az kell. Le kell húzni a cipzárt. Így. Mit keres a polip a hátamon? Mi az, föl lehet fújódni? Na ez új. Ez az, tudok repülni. Csak vagy idő után leesek. Whee! Várj, ez gonosz. Ez gonosz. Le akar csulázni. Azeg le is csulázod. Ó, basszus. Első halál. Á, nyírd már. Hogy kéne megöljem? Úgy, na végre. Az első részben le lehetett feküdni a napágyra. Most is le lehet, és elalszik egy idő után. Nem sokat játszottam az előző résszel. Oda lerakod, egy idő után elalszik. Jaj. A jó így a játék hangereje amúgy? Ja, várjatok, most le kell szedni a flamingót. Add ide! Add ide! Basszus. Elkapom. Elkapom! Ja, így magam... Ó, várjál, tudok lefele ereszteni magamból. Most a kamera nem segít, de... Az L2-vel... Aha. L2-vel ki lehet fújni egy kis levegőt. És akkor lejjebb megy. Pingvin? Ja, még azért írtátok a pingvint. Igen. Jó reggelt! Mindenkit lehet zaklatni. Hol megy ki a levegő, azt mindenkinek a fantáziájára bízom. Na, menjünk tovább. Whee! Elektromos a fa! A természet se valódi. Zsír, checkpoint. Annyira jól néz ki a game amúgy. Nagyon feelinges. Medence. Nézd meg a gonoszok. Hello! Be se férnek a kontrollerbe. Cuki. Nyugi, kijutok. Hello, halak. Elnézést. Én csak a kis Astróba.
Yay, puzzle! A rája puzzle. Mondom, ki 100%-oljuk a Gameszt. Csak ez játszik. Whee! És már szép. Ez az. Ott beszorult a bokorba? Help me, stepbrother! Help! Yay! Megvan az összes robot! Szuper! Viszont ez már a pálya vége, mert egy puzzle még nincs meg. Valamit kihagytam. Aha. Ah, ki fröcskő. Akkor viszont egy puzzle hiányzik. Megvan mind a három? Várj, akkor én vagyok a hülye. Megvan? Megvan mind. Zsír, akkor kész. Gáz! Várj, el kell találni a madarat? Ne! Gáz! Báv! Zsír. Aha, és akkor visszaküldjük a kis robotokat, visszadeportáljuk a bázisra. 300 robot van a játékban? És egy pálya 7 darab? Hűte! Na jó. Ez akkor meló. Na, az a kérdésem nekem, ezt most csak egy pillanatra, bocsánat, hogy ki lehet-e lépni a főmenübe? Tehát, hogy tényleg nincsenek beállítások? Vizuális segéd, kamera segéd. Lehet, hogy nincs hangerőbeállítás. Keresés. Ja, így lehet szkennelni is. De menő. Vissza lehet menni az eredeti bolygóra is. Kiemelkedik a Szent PlayStation! Milyen bázis lette? Oh. Megmentetted az első robotod. Még sokan vannak szerte az univerzumban. Kutass át minden bolygót és mentsd meg őket. Nice. Ha, itt vannak a puzzle-ök, ilyen képeket. Bocsánat, képeket kell kirakni. Astrót a kamera fele forgatod, mindig integet. Mert ő aranyos. Ennyi, az oázisok nem vízzel keletkeznek, hanem PlayStation 5-ökkel. Ezt mindenki tudja. Jó, szerintem elengedem a beállításokat. A cím az vajon mit jel? Ja, a cím a kilépés! Cím, az a főképernyő a cím. Ugye legnagyobb banger az Astrobot zenéje. És a szövegét is meg lehet tanulni. Astrobot, I am Astrobot, Astrobot. Nincs beállítás. Jó, akkor zsár. Jó. Nézzük már szét itt a becsapódási helyen. Jata! Láttad, hogy izébe vágták magukat egyből, ahogy az Astro megjött? Hát, hogy azért itt egy elég erősen diktatórikus rendszer maradványai bontakoznak ki. Tehát Astro oda megy, egyből mindenki csicskába vágja magát. Az vajon mi? Ja, hogy beszorult a kis róka! Hát szabadítsuk már ki! Úgy!
Egy puzzle darabért, hát persze. Oké. Okay. Ez vajon mi? Ó, itt van a gyűjtemény. Tehát van 300 kis robot, és abból 169 az valamilyen easter egg-es kis robot, mint itt a Ratchet és Clank-esben. Ez mondjuk azért elég... Hú, te. Nice. Jó. Az előző játékban úgy volt, hogy ha megütötted a kis robotokat, akkor elkezdtek követni. De ahogy nézem, most nincs így. Elképesztően mondom, fel lehet rúgni mindenkit. De az előzőben úgy volt, hogy ha megütötted őket, akkor elkezdtek követni a bázison. De most ahogy nézem, ez nem annyira van így. Nagyon menő. Ott is van egy puzzle darab. Jó, menjünk tovább a pályákra, bocsánat, csak tényleg annyi mindent lehet csinálni itt a bázison is, gondolom, hogy érdekel. Ja, hogy föl lehet húzni a skinjüket is? Azt nem tudom, látod, azt nem néztem. Hogy be lehet-e öltözni ezekbe a skinekbe. Tobi, Beus, Szabi, gitáros lány, Benito, köszönöm szépen a Prime-ot, Krokika, Biszkucs, Snowbi, Mikey, Tiberius, Ábel, Liliana, Kacsa, köszönöm szépen mindenkinek, srácok. Na, irány a következő pálya. Mit szeretnétek? Legyen a Azték Aréna, vagy pedig legyen a Krémes Kanyon. Inkább egy kis krémességet szeretnétek az életetekbe? Vagy... Krémes... Jó, ez el... mindenki krémességet szeretne. Ó, de krémes. Thank you! Ó, hát itt benne vagyok a krémbe. Ó, hát itt mindent elöntött a krém. Aka! Jézusom, egy katica! Ó, lehet a katicát használni ugrálónak. Aha. Várjál, akkor innen kell majd fölpattanni. Menjél tovább. Úgy. Whee! Hello! Milyen aranyos macik! Na, húzd már ki! Az mi? Mi ez a fotófal, vagy nem tudom? Nagyon tetszem nekik! De mit csináljak? Ez csak ilyen... Nem tudom, hogy ez jó-e valamire. Nem tudom. Megnéztük, cuki volt. Ott egy kis robot! Bajban van! Ez izé, Metal Gear. Legendás zsoldos. Oké, okay, nice. Mr. Snake. Du-du-du-du! Ugye az asztrók, azok szólnak a kontrollerből is, azt néztem, hogy van-e valami benne. Ja, a Snake volt a következő karakter. Na várjatok, oda is kell vinni a technóst. A technós katica. Elvitték! Ja, és most nincsen meg a Luffy formám, mert nincs a hátamon a polip. Nézd meg, a hóból jönnek elő a gonoszok. Undorító. Ah, ott viszi! Hozz vissza! Nem esek le, nyugi, profi vagyok. Tö-tö-tö-tö. Megmentem! Yes! Megvan a következő. Psycho Mantis! Illetve pszichikai fenyegetés, bocsánat. Hát ez csak az igazán öreg Sony fanok értik. Metal Gear rajongók, de
Fóka! Tönkre lehet tenni? Nem lehet tönkre tenni a fóka jégszobrot. Új, új! Jézusom! Új, új! Ezt nem lehet... Ja, a farkát kell elkapnia a malacnak! Jézusom! Bám! Nem tudom, ezen a játékon nem lehet nem mosolyogni. Hello! Új, új! Húcsá! Zsír. Remélem nem hagytam ki semmi opcionálisan. Mindent be kell gyűjteni. Aha, ott van fönn egy... az a... Jézusom, itt jég van, minden csúszik! Ah, ad ide! Ah, basszus! Soha nem fog megállni. Yes! Megvan a harmadik. És nézd meg, milyen aranyosan korcsolyázik. Ott egy kis robot. Bazze, kihagytunk egy csomót. Nagyon sok kollégát kihagytunk most. De vajon hol? Nagyon sok kimaradt. Az ott már a pálya vége lesz. Kapta. Hú, labdák. Ez itt valami boss fight lesz? Új, új! Majd visszamegyünk, nyugi. Jézusom, mit lehetett rakni rajtuk? Új, új! Ijjá! Jézusom! Hello! Vissza kell menni. Három kis robot hiányzik. Azokat meg kell találjuk, srácok. Elnézést, ha valakit zavar, de ezt a játékot így játsszuk. Jíj! Miért hív a könyvelő? Bocsánat, pillanat. Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Ne, kész! Vége! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Megkaptuk! Megkaptuk a pályázati pénzt, a közbeszerzést! Gazdagok vagyunk, Hirx! Így van! Nem, amúgy. Nem egyébként, kedves... Kedves Hirx, egyébként azért hívott a könyvelő, hogy a bérpapírokat most már lehetne online intézni, hogy ne kelljen mindent kinyomtassunk a fenébe. Úgyhogy egyébként ezért. Úgyhogy egy fokkal kényelmesebb lesz intézni a dolgokat. Ilyen Hirx, börtönbe megyünk. Pakolj! Pakolj, indulunk! Na, elnézést, bocsánat mindenkitől. Na, katicák ők itt barátkoznak? Jó az. Na, ezt hogy nyissuk ki? Ó, oh, befúrjuk magunkat, figyelj! Nice. Mondom, tele vagyunk titkos pályákkal.
az ott leírtja az egész pályát, az az egy katica most nekünk. Ez mi ez a toronyka? Á, van itt még katica. Hui! 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 Korcsolja a bajnokság! Mi ez, egy flipper? Oh yes! A ninja. A rejtélyes ninja. Zsír. Még mindig nem vagyunk meg. Várja, még azt a kicsi sarkot, azt szedjük már ki. Ez az. Nagyon jó. Tiszta a terep. Megérte. Beyblade. Deathshoot a ninja bot. Így van. Na, még mindig nem vagyunk meg. Oda valahova föl kell jussunk valahogy. Aha. Valami szuper titkos részek vannak. Ajaj. Jó, így is jó volt. Magical Reaper, köszi az 5500-as csírt. Jézusom. Nagyon köszi. Good Boy, Benito, Tommy, köszi srácok. Visszafele kell menjünk. Ezek már le fognak szakadni. Víz alatt kell menjünk? De megfagyunk. Van ötlet? Vagy ott még lehet, hogy még följebb kéne ugrani? Vagy ott azok a csövek, azok gyanúsan remegnek. Az első és a harmadik között kell legyen. Nem emlékszem már, hol volt. Az első az a fám volt, ugye? Nem tudom, hogy hol volt a harmadik. Itt nagyon nincs opció. A fókánál lenne? Jó kérdés. Lehet, hogy el van dugva a hóba. Nem tudom, erre rá kell jöjjünk. Vagy várjatok, ott van egy jég. Jég darabba. Gyere, Coca! Coca! Basszus. Nem áll, fogd meg a seggét! Fogd már meg a seggét a malacnak! Nem. Lehet, hogy innen kell ledobni a jégfókát. Esetleg a foodbotnál ténylegesen kell nyomni egy fotót? Ott az X. Na! Ja, itt van, tényleg! Majdnem elkapott a malacka. Good job, köszi srácok! Yeah! Várj, akkor van még elől egy. Aztán még van egy valahol. Az lehet, hogy a fóka lesz. Nem tudom, ebben a játékban így imádok rájönni a puzzle-ökre. Jaj, nem figyeltem! Rip! A sima Astrot kijátszottam? Hát az Astrobot Rescue Mission-t a PS5 megjelenésekor azt játszottam a kölyökkel végig, igen. Azt kiszázszázalékoltam. Visszább kell menni? Lehet backseat-elni nyugodtan, ha valaki látja, tudja, mondjátok. De itt lent nincs semmi. Az ott egy checkpoint jelző. De itt nem eshetünk bele a vízbe, mert az halál. Oda kéne följutni valahogy? Vagy itt is van valami titkos X a hóba elrejtve?
Ez csak a checkpoint jelző, ez a kör. Igen, hát ott én is a csöveket nézem, de az nagyon messze van. Hát megnézhetjük a fókát. Katicát nem tudom elvinni odáig. Megnézhetjük, hogy le tudom-e dobni a fókát. Rá kell jöjjünk, srácok. Itt leszünk reggelig, de rájövünk. Whee! Azaz! Hát, és van ott valami? Aha! Ez az. Micsoda titkos finomságok a krémben! Ez mi? Egy portál! Juhu! Mi a fasz? Hülye vagy, megnyitottam egy titkos dimenziót! Ezek teljesen új pályák! Tehát akkor nem ez volt a kis robot? Gajdoló gombák! Menjünk! Gombák, tesó! Most hatalmasat fogunk menni. Jézus, ja, hogy... Várjál, bocsánat! Hát nem tudtam, hogy itt... Nem figyeltem, hogy itt... Ó, basszus, hagytunk ki valamit a repülésnél, vagy csak pénzt? Mekkora halak vannak, te? Ez amúgy full No Man's Sky feelinget ad ez a pálya. Ui! Ui! Be kell pörgetni? Aha! Ajaj! Várj, de a másikat hogy pörgetem be? Ja, rajta állva is működik. De jó. Dü-dü-dü. Ki vagy, Morci? A vámpírvadász. Azaz! Imádom, nagyon jók a karakterek. Nem lesznek játékok aktuálisak azért, mert összegyűjtöm az Astróban a karakterüket, csak mondom. Ott meg egy kígyó. Rohadj meg! Fúj! Nem! Nem! Fúj! Undorító. Bot Helsing, így van. Köpős! Hapta. Ott a fa tetejére hogy megyek föl? Viszlát, Robocopter! Jó, Castlevania? Az. Hopp! Hapták. Ez a lefúrod magad, ez nem mókás. Milyen jó a fű. Nagyon jó a gomba, tesó. Oda néz, hogy tudok repülni a kis virággal. Megőrülsz. Ez egy nagyon misztikus pálya, rész nézve, hogy táncolnak a gombák. Elképesztően vad. Gonosz tök. Várját, azt még el kell intézni, a fúró. Vakondokon! Ja, de így nem tudom, a kis növénnyel. Állj meg! Ez az. Ilyen csilla muzsika.
Oha, ne már! Most az buktam? Nem, ez az. A járnámi turista. Hogy nyomják a gombák? Uhi! Titkos pálya. Jaj! Ilyen perspektívaváltás nem volt az előző asztróba. Járja, itt kell felugrani. Megvan a harmadik. Watcha! Hogy nem durva szikretek vannak, szóval amúgy nehéz mindent megtalálni. Volt egy darab az előzőben, amit ki is kellett googliznom. A Rescue Missionben. Valami egy puzzle-t, vagy valamit, nem tudom, nem találtam meg, azt ki kellett googliznom, mert megőrített. Jézusom! Az nagyon boss fight. Én nem lehet megütni őket? De, jó. Ott szurkolnak a vakondok! Valószínűleg föl kell másszak a tetejére valahogy, nem? Ó, bazzek, csak kiütnek. Ne azt fogd! Húzd ki, húzd ki, húzd ki, húzd ki, húzd már ki! Igen. Ez az. Furgálva. Kézelem. Bober. Kapta a bober. Ah, ez visz tovább. Lehet, hogy ott kimaradt valami. Ez egy csillogott. Észrevettem. Jézusom! Ú, le kell mosni a gennye. Mármint a... Igen. Hogy megyek le? Ja, várjál. Új, de taknyos! De kátrányos! Ez nem lehet! Ja, várja, le kell mosni! Á, sebezhetetlen volt a kátránytól! A piszkos mindenség itt neki! Azaz! Mocskosak vagytok! Van valami? Nem, nincs. Hello! Ez az, megvan. Megvan mindenki. A piperkőc vámpír. Pró, 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 pró! Vigyázz! A vérnyúl! Összenyomott a vérnyúl. Nagyon kell vigyázni, elképesztően veszélyes kreatúrák lesnek ránk mindenütt. Mennyire jól néz. A vakondok! Vakondokok. Nagyon chilles a zenéje ennek a pályának. Boss fight! Jó, hát ez annyira nem volt veszélyes, mint elsőre tűnt. Várja, ott van a robot, kis robot. Oda kell navigáljuk magunkat. Hogy jutok föl oda? Aka? Hát ez egy kiváló kérdés.
Wow. Ötlet. Az nem visz elég magasra a kis virág. Lehet, hogy fentről kell egy kis virágot hozni amúgy valahogy, igen. Hogy ketté... Jézusom! Későn nyomtam a gombot! Bam bam! Győzelem! Ez meg már nagyon fölvisz minket. Ha ez már a vége. Nagyon szépek vagytok! Hogy mutatja a vakon! Na jó. Na várjatok, vissza kell menjek. Hogy a fenébe jussunk oda? De ott van egy másik lyuk, nézzétek! Ott valahova máshol kéne leesni, nem? Látott valaki valahol egy lépcsőt, azt hazudják itt a cseten. Hiszem, ott van egy lyuk a plafonon. Nem, mert oda kell kikössek valahogy. A lenti kis virággal tudok csak felugrani, az a baj. Ezt meg kell fejtsük. Biztos már van fönt 100%-os végjátszásom ugyanetben. Nem, ezt a kis virágot, ezt elhasználom, az a baj, hogy ide följusson. Á, basszus. Menjek föl és keressek egy másik lyukat. Hát ott föl már csak a cél volt. Volt egy lyuk a kis folyosón. De melyik kis folyosóra gondoltam? Vagy várjál? Hát egyszerű, túl bonyolítottam megint. Yay! 100% speedrun, no glitch. Yay! Ups. Siker. Pedig most akartam utána keresni. Köszi, Norbi. Megoldjuk. Nagyon függő ez a zene. De komolyan néz ki ez az új Souls-like. Best EU. Legjobb. Pálya végi tánca legjobb. Van két puzzle! Hol van a pályán a két puzzle? Na jó. Mondom, őrület ez a videójáték. Én mondom nektek, őrület. Ez
a bűncselekmény. Itt meg kell találjuk azt az egy robotot. Jó, megyek tovább. Most a streammel kell foglalkozni, nem az egyéni vágyaimmal. Majd a gyerekkel maradjon ott is valami. Jogos. Na, üdvözlet Asztékiában. Mi történik? Ennél rezeg. Van egy koceka, aminél rezeg jobban a kontroller, és azt kell megtalálni. Világos. Hello. Nagyon vad a muzsika. Kinek kiabált a kis robot? Hello! Thank you! Basszus, 7 robot van ezen a pályán is. Kikocska! Nice! Kapi! Hello! Mi az a csúcsú box kesztyű? Oda néz! Béka kesztyű, mehet! De már! Bang! Bal egyenes jobb csapon! Hamizu! Ennyire jó! Bam, bam! Na, ki is lehet húzni! Nagyon jó! A szoszi! Amit dobálsz? Bam, bam! Jó. Szegény mackó. Megbolondult a tag. Hups. Koala abúzus. Kapcsa! Oda nézzetek! Ismerős! Halló! Wow! A Bandicoot! Elszabadult erszényes! Egyet elhagytunk. Már most elhagytunk egyet. Hol? Aha. Jézusom. Makkocskák! Megvagy. Lehet, hogy lesz benne oktopusz. Oktopusszum lehet, bármi lehet. Oktopusszi. Ez a boxkesztyű, ez zseni. Aaaa! Miért rántott? Tűrű! Puzzle! Énekelnek a békák. Ott kilőttem ott a titkosos ládát. Tűrű. Hui! Hui!
boss fight. Na, a matroska. Azt hitte. Jó. Nem lehet ezt a falat kiütni. Gyanús nekem. Pakoljál fel. Hagyjátok békén a kis robotot! Bang! Thank you! Nagyon jó. Csúzli! Húi! Sima! Jajaj! Bang! Bang! Bam! Győzelem. Ez a boxkesztyű, ez nagyon fán. És hogy minden pályán lesznek ilyen extra eszközök, az nagyon menő. Ott egy kis robot! Thank you! Szegény majom. Majom szobor. Wee, thank you! Kettő puzzle, nagyon jók vagyunk most eddig. Bang, bang, bang! Van egy olyan érzésem, hogy a kölyök ezt élvezni fogja, ezt a boxkesztyűs részt. Van egy ilyen sanda gyanúm, hogy az indokolatlan vicces erőszak az fiúgyermek meg ideális szórakozási lehetőség. A bonk, igen. Bár lehet a lányoknak is, arról nem tudott nyilatkozni. Ez a három. Lánygyereknek is jó. Ott vannak a makik. Hát én egy ilyen hívásnak nem tudok ellenállni, de ez a természetemből fakad. De előbb megnézzük, itt mi van. Húzzak, kicsi! Bang, bang, bang! Na jó, és be fog csukódni. Ez... Nem ez ennyi volt? Ó! Így kosos. Jézusom! Micsoda átforduló manőverek, kérem szépen. Ajaj. Elsőre. Jéj! Mennyi? Az ökoharcos. A több kimaradt. Na jó. Akkor hol hagytunk ki valamit? Len, volt egy majom, amit nem húztál ki. Ez? Na várja. De nem, ezt kihúztam. Azzal indult be az egész. Az első mozgó kockán. Ó, oh, beszorult a kiskoma! Ez az. Kösz. Megvagyunk. És még van egy puzzle darab, vagy azok megvannak? Nem, azok megvannak, itt volt a harmadik. Ó, elvileg megvagyunk. Felkészülni. Hui! Bunyó idő! Ah! Ah!
kapja! Gyerünk, kicsi, üssed! Ott szurkolnak! Mucha Lucha! A bajnok! Na mi van? Jé! Tánc! De mi olyan hamar vége van a táncnak? Hoppá! El campeón los Nessa los Nadragus Leusus. Van egy portál elrejtve valahol. Hogy a piszkos... Gyerekek, azt mondta a Nessali bácsi, hogy a macska rúgja meg a Manónak a kis fenekét, hogy megint kihagytunk egy aprócska, titkos elrejtett varázsbögyörőt. Édes Istenem. Jó. Valami maradt házi feladatnak. Építkezési verseny a következő pálya. Wow! Aszta. Pész! Doboz! Nem doboz! Puzzle! Ez az. Nagyon jó. Na, szétfröcsköltük az olajt. Olaja. Halló? Hello, galambok. Ott volt a King Kong! Na jó. Most hiányzik a boxkesztyű. Vagy a Wukong, az is lehet, igen. Pöpöpöpöpöpöpö. Kíváncsi vagyok, itt mi lesz a mechanika. Rémlik ez a pálya a trailerből. Thank you! Egy kis robot, megmentve. Jaj, betörik! Megúsztuk. Hopp! Tiszta ganyi lettem! Thank you! Az mi az a mágnes? Jézusom! Az igen! Bang! Hogy megtapsod! Tőrő. Bontó golyó. Ez az. Ez az. Jesus! Az igen. Láda! Ott a kutyus! Milyen aranyos! Ott a kutyus! Na mit tud a kutyus? Jézusom, rakétázni tud a kutyus! Á, át tudjuk törni az üveget! Jó, jó. Oké, lettek labdáim. Aha. Várjatok, ezzel így lehet messzire elugrani. Aha. Hát ez I show speed. Én is eljutottam ideig, már csak ugatok streamekbe. 3.
Yeah! Kapják! Milyet graffitisztek? Jézus! Azért ezek a változó pálya elemek így technikai szempontból elég durvák, hogy iszana szétrombolja a pályát. Dobni kéne egy kosarat magunkkal, várjatok. Vagy a labdával? Yay! Ó, össze kell szedni a festékes kannákat. Puzzle! Már meg se lehet mondani a különbséget speed és köztem. Elérkezett a vég, a végső agysorvadás. Becsengettek, öcsi! Ó, fontos gyerekek, ezt a streamet szabad telefonról nézni, de nem szabad megnyitni más alkalmazást, nem szabad elkapcsolni. Hát ezt kellett volna mondanom, hogy lehet telózni, nem lehet megnyitni más, nem szabad elkapcsolni. Ellopták megint a... Oké. Okay. Tudom, hogy maradt neki valami. Ez csak a szabad rombolás élvezetért lehet. Bam! Thank you! Jaj, ne! Oops! Kilapultunk. Ne! Hallottátok? Szegény! Jahú! Kapták! Azt megkutyázom. Oh. Adjatok egy mágnest, ezek a csavarok ke... Hello! Meg! Sumo győzelem! Nagyon nagy fröcskölések, de nekem fölfele kéne menni. Há! E fotós! Itt valamit csinálni kell, nem? Mivel csak fényképet, nem tudom. Szerintem ez csak ennyi, vagy nem tudom. Turbék, turbék. Csak festéket köpködnek a galambok, gyerekek, nyugi. De várja, erre kell tovább menni, úgyhogy először lefelé kell menjek. Jó! Ne! Ne! Ott a izé, hogy hívják a rapper izét? Várjál, mi a fene? Parappa az.
Mitől ragad oda a festék? Eee! Basszus. Fröcskölöm. Hatalmas spricceléseket tudok. Gyerekek, mondjátok el anyukát. Na, ékezd magad. Yeah! Igen, ez egy Mirror Glimpse koncert felvétel volt. Yay! Mindjárt jó a zene is. Szumós! Basszus! Kapta! Búcsús! Yeah, már csak egy! Mi van, hogyha leborogatom? Nem lehet? Nem. Arrrr! Juhú! Imádom. Hogy irányítja magát a kis daru. Nézem, hogy nincsenek-e opcionális utak, mert csalóka. Jaj, a gyuszi! Jaj! Nem rontottam el. Jaj, ne! Ugyi! Ne kapkodj. Kezdődik. Jézusom, ott egy megmarad. Nem! Ott van egy kis robot! Meg kell menteni! Őtet nem tudom kicsoda. Zúzós birka. Ez a Parappában van ez a karakter? Őt nem ismerem. Valaki? Titkos alsó rész. Na melyik az? Ah, ez az. Jézusom. Ha! Egy pázli, ahogy régen mondtuk. Nem, soha nem mondta senki, hogy pázli. Mondtuk régen, hogy pázli. Nem hiszem. Jézusom! Checkpoint! Jézusom, a majom! Jön a majom keze! Hidde! Puzzle, puzzle, puzzle. Jesus! Ott a kutya háza! Fortnite Dance Mode! Láttam! Gáz! Nebút! Köszi a Prime-os feliratkozást! Köti, köti! Csaba, Monkey, Pulyka tojás, köszi a 23-at. Megjött a bác? Zsír. Zsír. Végre egy pálya! Kifullasztunk egy pályát. Nice. Réka, köszi a Prime-ot. László, Galilos, köszi a 19-et. Köszi, köszi. És akkor 20 robottal lehet kinyitni a főnököt. Feltörjük.
Ott jön az az öcskös! Hogy neki mentek a kicsik? Na, ez valami fő ellenség. Final boss time! Ó, Jézusom! Lehet vele izélni! Lehet vele trükközni! Banana! Hú, ez a majom lesz. Ott volt a banánájel. Monke! Hú, amúgy nyomtam a Wukongot már egy fél órát. Király volt. Befejeztem a chapter 2-t. Megkerestem, amit mondtatok. Na jó, a Monke. Ez az. Bam, bam! Hiányzik a kutyus. Ott a kutyus! Igen, Martin, a tigris. Hello! Áú! Megpörkölt, nem figyeltem. Bam! Bam! Ez az, én és a kutyus egyek vagyunk. Ott búvik a nyúl. A bokorba. Jó, az elektromosat nem szabad lefejelni. Itt van Kuku! Hello Kuku! Szia, üdvözlünk a családbarát videójátékozós délutánon. Szia! Hatalmasakat megyünk a kis robottal a kis, és a kis kutyusával. Erre itt maradt egy monke. Ez az. Boss fight. Gyanú, aha. Ott a gonosz majom. Mighty Chewy. Verekedés idő. Mit csinálják? Dől a ház! Jézusom, hülye vagy! Ez az! Gyerünk, kutyus! Áú! Dől a ház! A gyere, 1v1! Pörgő, pörgő, pörgő! Há, átfejeltük keménybe. Ilyen volt a boss fight amúgy az első játék végén. Mármint a, nem az első, a Rescue Mission végén. Csak ott egy dínót kellett így leverni. Nem tudom, ki játszotta végig esetleg. Ez hasonló volt. Egyik szeme kapta, elpattant egy ér, túlerősen rángatta az egyik szervét. Erről kérdezzétek meg anyut. Ennek kérdezzétek meg. A dino nehéz volt az előző játékban, amúgy igen. Ajaj. Amúgy ez se annyira könnyű. Ez az. Bang! Kapja! Nagyon csúnya lettél. Hűtje! Jézusom! Menjek föl a kezére, ne menjek föl! Hú, de ronda vagy! Adj már békén! A fogaidat így verem ki, Mónika! Azt is tombolán nyerted! Hát csak klóros vízbe úszott a majom, azért piros a szeme, így van, uszodában volt. Fasz meg! Jó, nyugi! Van még életem! Fogatlan! Hatolgatás a szájába, most már fogatlan!
győzelem! Megtorkoztuk a majmot. Banana! Ne! Gyere velem a táborba! Gáz! Nem Dragon Quest, Hirx. Fú, várjál, mi a neve a játéknak? Ép Escape, azt hiszem a neve. Ilyen olcsó Pokémon koppintás, csak hülye nevű majmokat kell elkapni. Videogame Dunkit nem tudom ki ismeri, pont nem olyan rég volt róla egy videója. Van, aki tudja? Ép Escape, azt hiszem az a neve. Megnyílt egy új pálya? Jézusom! 2, 4, 6, 8, 10 robotot lehet gyűjteni! Wow! Nyugi, én sem fogom tudni az összes referenciát a robotokkal, úgyhogy majd lehet segíteni. Viszont azt nem tudtam, hogy ez Sony franchise az Ape Escape. Nem tudom, hogy nem Sony játékokból is vannak-e karakterek. Bár a ízése az volt a... Na basszus, hirtelen akartam mondani, ami volt a... A... Virágos pályán. Édes Istenem. Na mindegy. Szembe jut. Banana! Castlevania. A Sony? Japán stúdió volt az Ape Escape? Lehet. Sony publisher-e volt az Ape Escape-nek, aha. Ó, igen! Ez az! Gyere velem! Ez az! Annak idején ezzel is próbálkoztunk a diszkóba, de nem már mint... Mindegy. Castlevania Konami, azért mondom. Tehát akkor lehet, hogy lesznek olyan franchise-ok is, amik izé... Várjál, van majom szkennerem! Hogy hol búvik a majom! Bam! És majmokat kell gyűjteni. Igen, mert az Ape Escape konkrétan erről szól, hogy ezeket a majmokat el kell kapni. Gyere vissza! Gyere! Bam! Thank you! Ott van egy az UFO hátán! Eltaláltam, eltaláltam. Gyere vissza! Megállni! Állj! Ez az. Nagyon jó. Itt még lesznek. Ott van. Tőrő. Tőrő, tőrő, tőrő. Ez az. Ja, tényleg a Metal Gear is Konami. Tényleg. Jó, de ott is a Sony exkluzív volt a Metal Gear mindig is, nem? Amint most már pont nem, de... mit kell fölrobbantani? Mekkorát megy a zene közben?
Ott táncol a majom, nézd meg, hogy nyomja a majom. A játékot nem lehet nem szeretni, csak mondom. Elkaplak! Bám! Súnázva, mármint... kapva. Az éjjelen biza erre mutat. Ott van! Te kis hamis! Gyere ide! Gyere már! Gyere már! Ez az! Thank you! Micsoda csúszás az ott. Ott van fönn egy... Ah, puzzle. Ott is, nézd meg, ott kukkolt a majom! Nem jársz túl az eszeven. Istenve! Állj már meg! Ez az! Van egy ilyen érzésem, hogy külön épeszkép végigjátszás kéne, mert azon elszórakoztak, ahogy szenvedek a majmokkal. Puzzle! Ott is van egy puzzle. Ajaj! Megvan! Wahoo! Az éjjelen biza erre mutat! Bááááá! Megvan! Gyerünk, grindoljunk egy nagyot! Ez az, kicsi nebulók! Nézd, hogy grindol a kis majom! Aztán utána anyukátokat is meggrindol... Helyezzétek már be, bazd meg, nem tudtok normálisan viselkedni. Hui! Nem szédülök, te szédülsz. Az valami processzor darab. Az anyahajó memóriája. Ott vannak a ramok. Spectre. Nem tudom ki. Ő épeszképben van a Spectre. Vissza kell szerezni a ramokat. Hogy elinduljon a PlayStation. Várjá! BAM! Gyere már ide! Nem igaz! Ez az! Épeszképben ő a boss? Aha. Ezt így ennyire nem ismerem. Az albínó rossz fiú. Ez a stream családbarát, mert Nessai szó szerint ismeri anyukámat. Ez így van. Gyakorlatilag a család barátja vagyok. Így van. Ezért családbarát ez a videójátszás. Yes!
gáz! Gyönyörű! Basszus, nagyon jó ez a játszik. Azt kell megállapítsam, nagyon jó a videójáték. Ott vannak a rabok. Aha. Jó lelet, szóval, de mindegy. Megszerezted az anyahajó memóriáját, ebben az állapotban azonban nem veszed sok hasznát. Javítsuk meg! Én számító technológus vagyok. Így kell megszerelni a rabot. Hát persze. Aha, rá kell ütni egyet kalapáccsal. Aha. Ám! Verj egy csimpifon! Ez kész. Na, hát ha már anyukáknál a... Ez a nekem való videójáték. Ez az, oda is nagyon, ez a legjobb rész eddig a játéknak. Ebbe van rutinom. Nagyon beszlotolom a ramokat. Miért rózsaszín mondjuk, azt nem tudom, de... Ja, már nem lehet verni. Ez az, milyen szép lett, oda nézzetek. Ott a memória, így néz ki. Konkrétan, ha szétszednétek a PS5-ötöket, most így néz neki a belseje. Oda. Nyomjad! Ú, de boldog a ramocska. Jéj! És akkor 4 alkatrész hiányzik? Mekkora buli van. Yeah! Kész a puzzle! Ott micsoda gacsa mechanikát folytatnak. Megnyílt a gacsa labor. Konkrétan. Ideje elverni a sok összegyűjtött érmét. Na gyerekek! Akkor most megtanuljuk, hogy milyen a szerencsejátékgép. Visszajöttem. Visszajött a kis műholdunk. Aha, 25-nél tudok tovább menni. De rohadt jó amúgy, hogy be van építve az, hogy hány kis robotot gyűjtesz össze. Köszi, kis madár! Új, itt gonoszok vannak! Bezárták a kis robotokat! Kiszabadítani őket! Gyerünk! Jaha! Thank you! Új, de már 50 kell a majmokhoz. Várja, ott valaki föl van akadva a fára. Jaj, nem akartam visszamenni, bocsánat. Végtelenül cuki ez a játék, rohadt jó. Így kicsit arcon lézerezem őket, bocsi. Hagyjátok békén a barátom!
Ez az. Thank you! 48. Gyere le, kis haver! Lehet, hogy ő hozzá kell a... Fáz. Nem, ez az, 49. Hát, 20. Na, ez mi lesz? Ne! Wee, 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 wee! Ne! Spyro! De rohadt jó. Jó, és akkor megvan az 50, ugye? Nem, a Spyro nem számított izének. Még három. Slackelnek. Ott egy kis barátunk. 50. Megvan a műhold. Talált valamit. Hihi! Kíváncsi vagy, hogy hogy játszok a gyerekkel? Ugyanígy, csak kicsit kevesebb felnőtt tematikájú referenciával. És kötőszóval. Ah, és akkor most megnyílt a csáp csillagok galaxis. Jó van, még vissza kell menni, mert itt még meg tudunk menteni komákat. Milyen sokan vagyunk már. Mondjuk a, mondjuk a saját fiadnak legalább tényleg mondhatod az anyukás poénokat. Jogos. Na nézzük. Mit csinálnak? Oh! Igen. Oda néz, kötél! Robot kötél! Tohás! Ezt nem ismerem. Help! Ja, ez az izé, a mennyei festő, az izé, a... Okami. Okami, az, köszönöm. A izéből megvolt, a nevéből. Ja. Jó, és akkor ott van még egy puzzle, de ahhoz kell a 100. A többit megcsináltuk talán. Haló? Szolgák! A kreatív kurzor! Jézus! Nem látta senki. Jó! Szerintem ennyi. Tö-tö-tö-tö-tö.
csináltad? Meg akartad enni? Jézusom. És itt is vannak ilyen feladatok. Jönnek a majmok. Á, 52. Jó. Jéj! Puzzle? Na, szétnézek már. Ha itt nyomják, ha itt... Lehet velük valamit? De várjátok, a háromszöggel... Ó! Most nem ütni kell őket, hogy kövessenek, hanem a háromszöggel tudsz szólni. És akkor jön... Nem, nem jönnek utánad? Nem, de, de ez az, gyertek már! Ja, csak egyszer kell, és akkor jön mindenki. Jézusom! Utánam! Ott a Spiro! Ez a szeretetem jele. Így van, ez egy közönség találkozó. Na, itt a gacsa szimulátor. A chat. Ez az. Ez az. Na, 1700 pénzünk van! Ott vannak a kis szurikáták, nézd meg, milyen aranyos. Szóki. Ravasz álca! Ott van a Snake, és ott van alatta izé! Metal Gear Solid. Referencia. Maki. Burgonya! És akkor vajon ezt megkapják a robotjaink, ezt a kiegészítőt? Itt a kis pályán? A beolvadó doboz 3000. Az a majomnak. Aha, és nem látjátok a facecam-tól, de 169 gyűjthető játék van ebbe. Ó, igen! Aj. Bloodborne. Sütistán. Halló! Na jó. Ája, a széke a léphez képesnek. Ó, igen! Nem, nem beszélünk a Bloodborne-ról. Psycho Mantisnek egy 4-3-as tévé volt a izéje. Hát kifogyott a papénze, nincs több játék, nem működik, el kell menni dolgozni. Ó, igen, és mindenki megkapja a kis kiegészítőit, nézd meg, de jó. Ez rohadt jó. Na, hol vannak a munkások? Dolgozzatok már! Hajjá! Itt is egy külön puzzle lesz, szerintem csak az itt található cuccokból. 300 genyóca a max, azért az content. Ja, vonnár.
Ott is van egy. Add ide! Köszönöm. Na, ez mi? Úgy is van! Ez a beszéd! Szépen tartsátok! Így, így! Zsír, még egy. Ez még le lesz zárva? Aha. Titkos sivatagi rókaszobor. Jó, akkor szerintem körbe mentünk. Még itt föl lehet mászni a PS-re, még azt kell megnézni. Nem tudom, mi a funkciója. Nem egyelőre semmi. Coszi! Itt kajáztok, mikor dolgozni kéne? Hát ki fogja megszerelni a konzolt? Jó! Íme a gengem! Lehet jönni! Íme! A teljes geng! És ott repül a Spiro, annyira jó! Zseni! Többen szerelmesek belém, alap! Nézd, ott valaki lemaradt, haló! Gyűlésről elkésünk! Állat! Nagyon jó ez a game! Így van, ott voltatok mindannyian! Hát hölgyek, urak, ez volt az Astrobot rövid kis ízelítője, bemutatója. Hogy tetszett nektek a játék? Meséljetek, mondjátok. De szerintem nagyon jó. Ez zseniális. Nagyon kreatív, vicces, tele van csomó referenciával nyilván. Nagyon jó a zene, nagyon jó a grafika is egyébként. Amellett, hogy végtelenül cuki és aranyos. Nagyon éltem. Zseni, úgyhogy... Fene gondolta volna. Még ezek a kis apró cuki játékok is ekkorát tudnak menni. Nagyon jó. Abszolút, úgyhogy ajánlom azoknak, akiknek van otthon PS konzol, és így akár magatoknak, akár így családi szinten, de amúgy nem egyszerű játék. Szóval ezek még csak az első pályák voltak, és az előzőnél is utána kezdett el nehezedni, szóval fő kell kötni a gatyeszt. De hogy szerintem minden pályán lesz, tudjátok, ilyen új kiegészítő. Kis lag, mert itt kitabolok. Ahogy volt a boxkesztyű, meg volt a mágnes, meg a rakétakutyus hátizsák, meg a polipcuc. Szóval pont ettől maradnak így változatosak a pályák ezektől az új-új kiegészítőktől. Ha mondom, én nem szoktam ilyen platformerekkel játszani, de most élveztem talán pont emiatt nagyon. Igen, itt lehet Bloodborne-ozni, valószínűleg, úgyhogy, ja, nagyon király volt. Tocó, köszi a 13-ot, HTD Lord, neked is köszi a 8-ad, köszi szépen, köszi. Miért van lassú mód? Azért, Benny, mert ha lassú mód van, akkor sokkal többen iratkoznak föl, és el tudom költeni az Astrobotban a gacha játékokra a pénzt, amit a feliratkozásért kapok. Ez valójában a mögöttes tartalma mindennek. Igazából, hogyha valamire nem tudjátok a magyarázatot, mert nem vagytok képbe vele, mindig gondoljatok a pénzre. Különösen, hogyha velem kapcsolatos. Szóval bármi nem világos, akkor a válasz a pénz. Na de, ami még a pénznél is fontosabb, kevés olyan dolog van, az a Samsung nyereményjáték, srácok, mert hogy itt elképesztő lootok lehetnek a tieitek, azon nyomban, amint előkerítem a linket, ahol tudjátok csekkolni az e-havi nyereményet, amire jól be lehet nevezni, ez ilyen órák kérdése. Hogy lehet egy nap alatt ennyi e-mailt küldeni? Hát hagyjatok már békén, nem akarok e-mailezni senkivel, jó meg vagyok egyedül. Azt mondja, hogy nyereményjáték, Samsung augusztus, igen, SSD-t lehet ugye nyerni, megcsinálom nektek a linket. Egyáltalán nem felejtettem amúgy el, hiszen az nem lenne szép dolog elfelejteni. Igen, azt ott átírod, megkreálod,
és kopizod, és már küldöm is nektek a chatre. Nagyon szépen köszi, Hirks, az nem az a link, ezt a linket kell megfejelgetni. Ott is van, fejelgessed meg kőkeményen, úgy fejeld, mintha nem lenne holnap, mert hogy egy 990 Pro 2 terabájtos NVMe SSD-t nyerhettek most a Samsung Magyarország fölfele ajánlásával, méghozzá 15.420 fontba fog ez nektek kerülni, és a titkos parancs, amivel nevezni tudtok a játékba, az ugye a hónap termékével kapcsolatos, felkiáltójel hány herces az Odyssey OLED G8 monitora a Samsungnak. Ezt senki nem tudhatja, csak az elrontottam a nevét, azt nem látta senki, azeg, nyugi, ez saved. Amit lehet nyerni? Nem McLaren csomagot, hanem 990 Pro SSD-t. Igen, nem tudja senki. A Samsung 990 Pro 2 terabyte SSD. Tök jó, mert aki most elkezdte írogatni, az nem fogja tudni, de most akkor már megy. Tovább felkiáltójel, hány herces az Odyssey OLED G8-as új monitora a Samsungnak? Tessék beírni, és már pöröghet is a nevezés az SSD-re, a 2 terás 990 Pro-ra. Hajrá, srácok! 15.420 hűség pont ér. Lehet pörgetni a dolgot, egy percetek van! Menjen! Mekkora zsebét lenne, hogyha valaki beírta volna, hogy felkiáltóják 240, és nem az lenne a helyes válasz. Így lehetne trükközni. Addig Faberkó, neked megköszönöm a 42 hónapos támogatást. Köszi szépen. Köszi. A jó ég hálálja meg. Én addig megnézem. Igen, a Dodge Grand Prix az nem érdekel. Paimon nem. Transformers Galactic Trials vadonatúj trélere, az nagyon jó. Profitable Partnership Proposal, azt írják nekem e-mailbe. A San Pellegrino SPA. Ez egyáltalán nem egy átverő spam e-mail. Velem akar dolgozni a San Pellegrino fixen. Collaboration Opportunity. Aha. Nagyon kollaborálni. Gonzkáló Pereira szeretne velem kollaborálni. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó, Beatles e-mail. Lép ringbe a Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics-el. Már Xboxon is. Micsoda hírek vannak itt. Golf with your friends. Kiváló, brand new. Acer Partnership Proposal. Az összes ilyen átbaszás szponzor e-mail ugyanúgy néz ki, tehát hogy legalább próbálkoznának. Na mindegy. Eddig volt időtök jelentkezni. Hölgyeim és uraim, nézzük, hogy ki lesz egy 2 terás SSD-vel gazdagabb. Nem más a győztesünk, mint... Username 4520 abban a pillanatban. Gratulálunk, Username 4520. Írj, hogy itt vagy, hogy örülsz neki, és hogy nem egy kambodzsai bot vagy. És... jó lesz neked az SSD, így is van, itt vagy, csodálatos, zseniális. Küldöm is Hirksnek a felhasználó neved, legyen meg bekapcsolva Twitchen a privát üzeneteid, hogy Hirks tudjon neked írni, és onnantól kezdve intézzük is a nyeremény szállítását. Gratulálunk, szép munka. Közben még egy fight is lepörög a cseten, mekkora fetlúttal odanéz. Good job. Na, hát ez egy szerencsés nap volt mindenkinek, srácok. Ezzel zárjuk a csütörtököt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap aputest, úgyhogy a Tüvári csatornán lehet szerény személyemmel találkozni. Méghozzá 2 órától. Pistivel kibeszéljük az elmúlt hetek játékait, többek közt ezt is. Úgyhogy holnap aputest. Legközelebb ezen a csatornán pedig menetrend szerint hétfőn találkozunk. Addig is pörög a React csatorna, kerülnek ki a gaming vodok, és vasárnap már jön egy jó főcsatornás videó.
amin Félix dolgozik ezerrel hetek óta, nem lesz más, mint az idei Forma egy karrierünk összefoglalója, úgyhogy aki szereti az éves F1 Félix montázsokat, az vasárnap megkapja az idei anyagot, úgyhogy azt majd tudjátok nézni vasárnap. Srácok, ennyi voltam mára ezen a csatornán a hétre, de rengeteg Nessai content, mennek ki a vodok, a reactek, meg a main csatornás videó is, úgyhogy azért lesz mit még nézni, illetve szponzorált instaposzt lesz ma tényleg. Most perceken belül ki fog menni a szponzorált instaposzt, tehát különböző dicséreteket a megjelenésemre, arról, hogy én vagyok a legjobb influencer a világon, hogy nagyon szerettek engem, hogy a Samsung Magyarország egyébként fantasztikus. Igen, a Martin fotóztat, tehát Martint is meg lehet, hogy ez a Martin milyen jó képeket csinál rólad, ne szállj. Ilyeneket kell alá kommentelni. A kommentelők között 5,5 évig tartó szerencsét és szerelmet sorsolunk ki, úgyhogy csekkoljátok az Instát perceken belül. Srácok, nagyon szépen köszönöm az egész heti figyelmet, tök jó volt a hét, még nem is ért véget, holnap egy jó kis aputest podcast, úgyhogy köszönöm szépen, találkozunk legközelebb is, username neked gratula még egyszer az SSD-hez, és ennyi, meg egy Bambi. Köszi srácok, szevasztok!